Háromszintes, minden luxussal felszerelt, nagyon drága, és a fedélzetén már több magyar kormány közeli üzletember is feltűnt az elmúlt években, például Mészáros Lőrinc. 2 éve pedig Homolya Robert MÁV vezér szelte vele a habokat az Adrián. Eddig ennyit lehetett tudni a Lady MRD nevű hajóról. Most viszont az átlátszó azt is megírta, hogy a luxusjakt Szé László milliárdosé. Az M44-es autópálya Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszának alapkőletétele 2016-os a felvétel. Már akkor sorra nyerte az állami beruházásokat Szé László cége a Duna Aszfalt, ha nem egyedül, akkor más kormányközeli cégekkel közösen. A főleg közpénzből gazdagodó tiszakécskei milliárdos már a negyedik leggazdagabb magyar a Forbes listáján, a vagyonát tavaly több mint 207 milliárdra becsülték. Az átlátszó egy uniós jogszabálynak köszönhetően tudta kideríteni, hogy a Lady MRD is része a vagyonának. Érvénybe lépett egy uniós direktíva, ami arra kötelezi a cégeket, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy ki a tényleges, a valódi tulajdonosok. És most, amikor rákérdeztünk, a kollégák megnézték a cégadatbázisban, és ott kiderült, hogy ugyanaz offshore cég nevére van regisztrálva a hajó, de ennek az offshore cégnek a valódi tulajdonosa 98%-ban Szé László. A kormány közeli üzletemberről nemrég az derült ki, hogy beszállt egy volt tiszakécskei focista szállodafejlesztéssel foglalkozó cégébe, amelyik összesen 8 milliárd forint állami támogatást nyert. A Jobbik szerint nem az a baj, hogy luxus jachtja van. Ez alapból nem lenne probléma, de mivel tudjuk, hogy mind az érintett milliárdos, mind pedig azok, akik korábban ezen a jachton feltűntek, mind olyan milliárdosok, akik kőkeményen köthetőek a kormányzati hatalomhoz, ráadásul közpénzen keresztül jutottak ahhoz a vagyonhoz, ami most megvan. Így ebben az összefüggésben már nagyon súlyos a probléma. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a vállalkozók sikere nem tartozik a kormányra. Hiába kapunk ilyen kérdésből naponta akár 20-at, akkor is mindig ugyanazt fogom válaszolni. A gazdaságélet a vállalkozókra tartozik. Az üzlet a vállalkozókra tartozik. A közélet, a politika, az meg a politikusokra tartozik. És mi politikát csinálunk. A Lady MRD egyébként eladó 16 millió 900 ezer euróért, vagyis nagyjából 6 milliárd forintért árulja az értékesítésével megbízott ügynökség.